Az ikon a zsinat által jóváhagyott hagyományos egyházi meghatározás szerint az isteni lényegből szentségileg részesülő alkotás, amelyben Isten jelen van, ahol találkozni lehet vele, mert az ikon Isten végtelen könyörületessége, kegyelme, alkalom arra, hogy megérintsük köpenye szegélyét. Kőváriné Siel Zsuzsa fonyódon érintgeti az úrköpenyének a szegélyét éppen egy évtizede. A Balaton fényárnyék játéka helyett a szentek foglalkoztatják. Akkor a legboldogabb, ha belefeledkezhet ikonjaiba. Nem tudom, van-e a világon még egy olyan alkotó, mint amilyen Zsuzsa, aki tanult szakmája szerint fodrász, választott hivatása szerint viszont ikonfestő. A vegyszerektől kapott allergia miatt fordított hátat a szintén nagy kézügyességet és kifinomult esztétikai érzéket követelő fodrászatnak. Hajfestékek és csavarók helyett most ecsetek, olykor több évszázados szekrényajtó darabok veszik körül. Ezekre álmodja Máriát, Jézust, Mihály és Gábriel arkangyalt, vagy a szenteket. Köztük is oly nagy kedvel sárkányölő Szent Györgyöt, akit a legváltozatosabban, legszínesebben lehet festeni, ugyanis ahány ország annyiféleképpen ábrázolják. Kőváriné Siel Zsuzsa a talentumot édesapjától, Siess Jánostól kapta, aki rajztanár volt Fonyódon és az iskola igazgató helyettese, de édesanyja is kézügyességet és ízlést egyaránt igénylő munkát végzett, hiszen varrónőként dolgozott. Édesapja halála után lányához kerültek festőszerszámai, művészeti könyvei, ám 10 év telt el a temetés óta, amikor először kezébe vette az ecsetet.
különféle képzőművészeti albumokat bújt és figyelte az alakokat, a színeket, az arányokat. Az első albumot egy kedves vendégétől kapta még fodrászként, és sokat tanult az orosz és az olasz ikonfestészet nagyjaitól. Az egyik kedvence Rubjov Sztrojicája, vagyis Szent Háromság ikonja. Az antikolást is maga kísérletezte ki, s érdekes módon ezek a festékek, ezek a vegyszerek, amelyekkel most dolgozik, nem okoznak neki allergiát. Még élt Zsuzsa férje, amikor sorra születtek az ikonok, ám a nehéz özvegység tovább érlelte, izzította tehetségét, és vált az ikonfestészet mesterévé, s lett egyre ismertebb a megyében, az országban, de határokon túl is. Ősi kifejezésmódot és technikát választott, hiszen az első ikonok az 5.-6. században jelentek meg, és akkoriban Bizánc egyik egyházmegyéje volt Oroszország, de a középkori olasz képzőművészet is szilárdan kötődik az ikonábrázoláshoz. Ahogy létrejöttek a különféle ikonfestőműhelyek, egyre inkább elterjedt az a nézet, miszerint az ikon egy vallásos témájú kép, melynek az áhítatkeltés a célja. Olyan szent kép, amilyenekkel tele vannak a templomok, s amilyeneket hitünk kimutatására őrzünk otthonunkban. Valójában nem csak egy műtárgy az ikon, hanem sokkal több annál, hiszen Isten fiának megtestesülése, Jézus Krisztus Istenember volt a rejlik mögötte. Mit érez Kőváriné és Jézsuzsa, amikor ikont fest? Mint mondta, ilyenkor megszűnik körülötte a világ, úgy belefeledkezik a munkába. Abba az alkotó folyamatba, amelynek különleges gyümölcsei otthonában és a kiállításokon láthatók. A fonyódi ikonfestőhöz gyakran kopogtatnak be a barátok, az ismerősök, olykor 200-300 éves butordarabokkal, asztallapokkal vagy szekrényajtókkal lepik meg, gondolván remekül hasznosíthatja ezeket, hiszen kiváló alapanyagú szolgálnak újabb ikonjaihoz. De Zsuzsa öreg, kiérdemesült hordódongákra is dolgozott már. Ezekre festette meg a sárkánnyal viaskodó Szent Györgyöt, Péter és Pál apostolt és Gábriel arkangyalt. Kőváriné Siess Zsuzsa örömhírnök. Személyisége, tehetsége, művészete létre ég és föld között. Számos csoportos és önálló kiállítás.